Törökország már csak méretei miatt is picit hasonlít Oroszországra, egyrészt, mert relatív közel van, másrészt, mert nagyon távol, így van ez, ha nem állunk meg, nem elégszünk meg a buszos kirándulások egyik divatos, amúgy megméltán népszerű úti céljával, Isztambullal. Kovács Gergő február 20-ai előadása egyszerre vállalkozott arra, hogy ennek a hatalmas országnak a jól ismert turisztikai látványosságaival megismertesse minket, másrészt, és ez talán a még érdekesebb, hogy a török emberek életébe, szokásaiba, habitusába is betekintést engedjen. Elindulunk időben az antik világból, Efezoszból, tovább megyünk Pamukkálén keresztül Kappadókiába, belső Törökországba, majd ezt követően északra megyünk a Fekete-tenger partjára, Száfránborúba, keletre egészen Trabzonig, a Fekete-tenger keleti partvidékéig, majd tovább megyünk egészen a grúz határi Grizéig, majd Arhavig, és aztán visszafordulunk repülővel, átrepülünk Edirnébe az európai oldalra, egy pici időt elidőzünk Rodostóban, és aztán végül Isztambulban fogunk találkozni, úgyhogy öveket becsatolni és jó utazást kívánunk. Törökország, vagy pontosabban a mai Törökország területei, a történelem kincses házai, azok a legkorábbi idők óta lakottak voltak. Természetesen ezt a témát sem lehetett megkerülni, néhány alapvető dolgot érdemes volt mindjárt az elején szétszálazni. Mi a különbség az oszmán, a török, a szeldzsuk, a türk közt, tehát hogy ezek úgy sokszor összekeverednek, de lényeges különbség van köztük. Ugyanis az oszmán birodalomnak a kialakulása az a földközi tengerhez köthető. Ez egy ízig-méri földközi tengeri mediterrán, ha úgy tetszik, terület. Ez az is mutatja, hogy az étkek, amik itt vannak körülöttünk, az ételek, maguk a kulturális dolgok, ezek mind-mind ide a földközi tengerhez köthetőek, és hát annak is a keleti területéhez, ahol rengeteg sok nép élt. Már az idő kezdete óta folyamatos vándorlás volt, ugye keletről nyugatra, északról délre, ez egy tökéletesen jó úti cél és vándorlási pont. Tehát az újkőkori kerámia előtti civilizációktól kezdve csatalhűjük esetében a legkorábbi települések is ide Törökországhoz köthetők, és aztán ugye itt alakult ki a bizánci birodalom, mint egy hatalmas nagy keresztény birodalom, a kelet-római birodalom területén. A 600-as években az arábiai félszigeten az iszlám kezdett el hódító útjára, és ezen az egész kavalkádon még a nomád törökök is így áthajtottak keresztül. Tehát innen lehet azt látni, hogy 1071-ben, amikor a nomád törökök megérkeznek ide, akkor egy bizánci keresztény területen, egy arab és perzsa hatáson megmerítkezve jutnak el egy olyan területre, ahol már az idő kezdete óta élnek. Tehát magyarán szólva, Törökországban nincs olyan, hogy nincs, ott minden van, tehát onnantól kezdve, hogy az újkőkori régészeti leletektől egészen az oszmán birodalomig rengeteg sok válfaja van ennek a Törökországnak. A csodálatos tájak mellett hosszasan lehetne beszélni a hihetetlenül gazdag történelemről, sőt a magyar vonatkozásokról is, a kultúráról, a zenéről, a színekről és persze a sportról is. Na most, ha törökökkel találkozunk, akkor az első kérdés, hogy hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm. A második kérdés, hogy melyik foci csapatnak szurkolsz, és akkor ilyenkor kell jól tippelni, mert hogyha jó foci csapatnak szurkolunk, akkor örök barátság van. Most általában három fő foci csapat van, a Galatasaray, a Besiktas és a Fenerbahçe, ezek külön városnegyedek Isztambulban, de minden városnak megvan a saját foci csapata, amiért nagyon szeretnek a törökök. Aszalgyümölcs, illatos sütemények, és hát a török kávé, amihez rengeteg történet is kapcsolódik természetesen. És hát ami nagyon fontos, az a kávé. Ugyanis itt van a Törökország legjobb kávé pörkölője, a Mehmet Efendi, ami egy szintén egy nagyon-nagyon apró területen, akár csak a díván, egy nagyon apró területen működik. Azonban teljes Isztambul szinte itt vásárol pörkölt kávét, ott majd meg lehet szaglászni, hogy milyen a pörkölt kávé. És hát az a különlegessége, hogy a kávét ebben az úgynevezett jazzve nevű hibridben készítik, úgy, hogy beletesznek egy pici kávéport, vizet öntenek rá, és lassú tűzön elkezdik főzni. És a tetején egy habréteg képződik, és ezzel a habbal együtt kell aztán utána fogyasztani. Na most ez a hab ez azért fontos, mert a lánykérés úgy ment Törökországba, vagyis hát egykor úgy ment, hogy a fiús család felpakol, és elmegy a lányos családhoz vendégségbe, és a menyasszony jelölt főz egy kávét,
És ha kellően habos, ezt ugye a zsűri azért ellenőrzi, hogyha kellően habos, akkor pipa mehet a házasság, ha nem, akkor meg még lehet gyakorolni. Ezzel cserébe viszont a mennyasszony jelölt tesz egy csipet sót a kávéba, és ha ennek ellenére megissza a vőlegény jelölt, akkor hosszú lesz a házasság. Na most, ha valaki megissza a kávét, akkor utána fogja ezt a... Majd a végén lesz erről kép is, de fogja a kávés csészét, ráteszi a csésze aljat, maga felé fordítja, azt mondja, nejsze hálim, csikszim fálim, tehát bármi is legyen, az nézzük meg, mi a jövő, és aztán miután kihűlt a kávés csésze, akkor utána lehet belőle jósolni. Úgyhogy a kávé jóslás is egy ilyen nagyon fontos eszköze Törökország. Kovács Gergő pörgős, élvezetes előadását még hosszasan hallgattuk volna. A téma gazdagsága biztosan megér még egy-két folytatást. Reméljük, lesz benne szerencsénk, már csak annak okán is, hogy a terembe ezúttal nem minden érdeklődő fért be.